Megnyíltak a források, március végéig minden pályázati felhívás megjelent a vidékfejlesztési programban, 4-5-szörös a túligénylés. Egyre gyakoribb, ma már népbetegségnek számít a szürkehályog is Magyarországon, derül ki a Semmelweis Egyetem legutóbbi felméréséből. Évente 12 000-en veszítik el látásukat a betegség miatt. Egyszerűbb ügyintézés. A tervek szerint július 1-től Nyírbátorban és Tiszavasváriban a kormányablakokban is lehet majd adóügyeket intézni. Március végéig minden pályázati felhívás megjelent a vidékfejlesztési programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az utolsó körben 13 pályázati cím alatt még 80 milliárd forint forrás válik elérhetővé az agrár- és vidékfejlesztésben. Az elmúlt napokban megjelent pályázatok többek között innovációs operatív csoportok létrehozását, szakmai csereprogramokat, védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzését is támogatják. 4-5-szörös a túligénylés a pályázatokon, a támogatási kérelmek 20%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik. Tavaly szinte az összes pályázat megjelent a vidékfejlesztési programban, amelyben összesen 1300 milliárd forintra lehet pályázniuk a gazdáknak és az önkormányzatoknak. Ebből az összegből az Unió szinte minden mezőgazdasági ágazatot támogat, kiemelten a családi gazdaságokat, illetve a fiatal gazdálkodók is jelentős összeghez juthatnak. Az agrárgazdasági kamaratagoknak a pályázatírásban minősített szakemberek is segítséget nyújtanak. A mostani 13 pályázati cím alatt még 80 milliárd forint forrás válik elérhetővé a termelők számára, mondta 35 perc című műsorunkban Harcsa Krisztina minősített pályázatíró. Amiket most jelentettek meg, az a fiatal gazdálkodók induló támogatás, amire már most folyamatosan lehet beadni a pályázatot, illetve van a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása vagy fejlesztése. Itt az a lényeg, hogy diverzifikáljunk, hogy mezőgazdasági vállalkozók több lábon állhassanak, itt turisztikai fejlesztésekre tudnak például pályázni. Vannak olyan pályázatok is, ami már tavaly megnyíltak, de folyamatos beadás van, és ott még nem telt meg a keret. Ilyenek a kertészeti ültetvénytelepítéses és öntözéses pályázatot, a vízgazdálkodási pályázat. Az állattenyésztők közül még tudnak pályázni azok, akiknek ló, nyúl, méh, galamb vagy fürgy, illetve csillattenyésztéssel foglalkoznak, tehát vannak még folyamatban lévők. A termelők 50%-os támogatási intenzitású pályázatokat vehetnek igénybe, mivel ebben az uniós ciklusban cél a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás bővítés. Új munkahelyekért pluszpontokat kaphatnak a vállalkozások. A pályázati feltételeknek a szabolcsi termelők megfelelnek. A mostani pályázati felhívások lehetőséget adnak a kis és közepes vállalkozások, családi gazdálkodások számára is, hogy fejlesztenek. Ugye olyan könnyítés is van, hogyha 50 millió forint alatti maga a beruházási összeg, akkor egy kicsit egyszerűbb egy pályázatot összerakni, kevesebb adminisztrációval jár. Tehát megvan nekik is a lehetőségük arra, hogy fejlesztési igényeket tudjanak benyújtani. A vidékfejlesztési programban az elbírálásra várni kell a túligénylés miatt, mondta el a szakértő. A vidékfejlesztési program 2015. augusztusi megjelenése óta összesen 68 darab felhívás jelent meg. 2020-ig a keretösszeg ezen a célterületen 1300 milliárd forint. Ma már népbetegségnek számít a szürke hályog is Magyarországon, derül ki a Semmelweis Egyetem legutóbbi felméréséből. Amíg 20 évvel ezelőtt évente átlagosan 20 ezer műtétet hajtottak végre hazánkban, tavaly ez a szám 90 ezerre nőtt. Az adatokból az is kiderül, évente 12 ezeren veszítik el látásukat szürkehályog miatt, pedig műtéti beavatkozással ez elkerülhető lenne. Egy párperces vizsgálattal már kiszűrhető a szürkehályog a szemésznél. A betegség a szemlencse elszürkülését okozza, a kialakulás pontos okát azonban még nem tudják a szakemberek sem. Számtalan dolog előidézheti a megbetegedést. Az egészségtelen életmód, az alkohol, a dohányzás rendszertelen vagy túlzott használata, fogyasztása, ezen kívül az úgynevezett antioxidánsok, különböző vitamin tabletták túlszedése vagy aluldozírozása, a napfény, az UV-sugárzás, különböző terápiás, gyógyszeres kezelések.
Rendszerint az egyik oldalon kezdődik a szemlencse elszürkülése, amit sok esetben a páciensek nem is érzékelnek. A szürke hályog fájdalmat nem okoz. A betegek ahhoz szokták hasonlítani a problémát, mintha egy vízfüggönyön keresztül néznének. A betegséget a szakember szerint megelőzni nem lehet, de késleltetni igen. A hajlam azonban akár örökölhető is. Meggyógyítani sem lehet konzervatív kezeléssel, csak sebészi beavatkozással. Régen ezeket a beavatkozásokat akkor végeztük el, amikor már teljesen elszürkült a szemlencse. Ma már olyan korszerű és olyan jók ezek a műtéti technikák, hogy akkor is elvégezhető, hogyha a beteg életmódját, a mindennapokat zavarja. Tehát kevesebb látásromlás esetén is javasolhatóak ezek a műtétek. A szürke hályog esetenként lehet a páciens veleszületett betegsége, de legtöbbször 50-60 éves korban alakul ki. Étrendváltoztatást és pirosbogyós gyümölcsök, zöldségek fogyasztását javasolja a szakember a folyamat lassítására, azonban ezek hatása nem bizonyított. Szemészeti értelemben a vakság azt jelenti, amikor fényt sem látnak a betegek. A szürkehályog esetében azonban a szem belseje egészséges marad, viszont a lencsén kialakult vízfüggöny hatású réteg miatt a látás élesség annyira lecsökken, hogy a páciens mindennapi tevékenységeit is zavarja. A magyar nyugdíjasok többsége jelenleg is rossz anyagi helyzetben él, néhányan viszont rendkívül jól megélnek a számukra folyósított magas nyugellátásból, mondta Kórós Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője a megyei nyugdíjas parlament ülése után tartott sajtótájékoztatón. A politikus szerint az Orbán kormány 4 évvel ezelőtt eltörölte a járulékplafont, ezzel megteremtette a lehetőségét annak, hogy ma Magyarországon kimagasló, akár milliós nyugdíjakat is utal az állam. Az ellenzéki képviselő szerint a nyugdíjasok nagy része ennél jóval kevesebb nyugdíjból él, köszönhetően részben azért, hogy 8 éve nem emelkedett az öregségi nyugdíjminimum. Ma Magyarországon 73 ezer olyan ember van, akinek az öregségi nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot, és 364 ezer olyan ember van, akinek a különböző nyugdíjszerű ellátása járadéka nem éri el az 50 ezer forintot. Baloldali politikusként én azt mondom, hogy a 10 ember lenne ilyen, vagy akár egy, azzal is foglalkozni kéne. Tehát egyik oldalról nagyon sokan nagyon rossz helyzetben vannak, és néhányan kiváltságosok pedig nagyon jó helyzetben vannak. Azok, akik 40 éves kor fölött kerülnek be a közmunkaprogramba, már nem lesznek többé a társadalom hasznos tagjai, véli Adorján Béla, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. A párt szerint bár szükség van a közmunkaprogramra, de nem a jelenlegi feltételek szerint. A Jobbik felügyeleti rendszer mellett nagyobb mozgásteret biztosítana az önkormányzatoknak, és bővítené az eszközbeszerzési lehetőségeket is. Céljuk, hogy minél több 25 év alatti fiatalnak biztosítsanak munkát a program keretében. Elmaradhatatlan az a kérdés egy felvételi elbírálásnak, hogy korábbi munkatapasztalat. Hogyha nem tudják megszerezni sehol azokat az élményeket és azokat a tapasztalatokat, amit a munkában el kell viselniük, vagy meg kell tudniuk oldani, akkor valószínűleg nagyon nehezen fognak tudni elhelyezkedni. Én azt gondolom, hogy ezt kellene segíteni. Számtalan pozitív példánk van, például közmunkaprogramban fiatalon bevont, akár köztisztviselői segédként dolgozó fiatalok, javarészt önkormányzatokba, későbbiekbe teljes jogú köztisztviselőként tudtak elhelyezkedni. A tervek szerint július 1-től Nyírbátorban és Tiszavasváriban a kormányablakokban is lehet majd adóügyeket intézni. Ezt Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának vezetője mondta el televíziónknak ma a NAV és a Vámos nevű települések közötti együttműködési megállapodás aláírását követően. Az adóhivatal kiemelt célja a szolgáltató és ügyfélbarát ügyintézés és tájékoztatás kiszélesítése. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tovább szeretné erősíteni a tájékoztatási tevékenységét, és minél több információt szeretne eljuttatni tevékenységéről a lakosság felé. Az adóhatóság az elmúlt években sokkal ügyfélbarátabb, nyitottabb és szolgáltatói szemléletű lett, hangzott el az eseményen. A jövőben azt szeretnék elérni, hogy a hivatali ügyek intézése közelebb kerüljön a kistelepüléseken élőkhöz is, így már ebben az évben több kormányablakban is lehet majd adóügyeket intézni.
Ennek a munkának az előkészítése folyik. Nyilván nagyon sok technikai problémát kellett leküzdenünk, hiszen eredetileg a kormányablakok nem azzal a szándékkal jöttek létre, és nem azzal a technikai háttérrel, hogy ott a NAV is kiszolgálja az ügyfeleket. Ezért felmérésre került az, hogy melyik kormányablak az, amely már képes a NAV ügyintézését ellátni. Örömmel szolgálhatok, örömhírrel szolgálhatok, hiszen az idei évben valószínűleg július 1-én két településen, Nyírbátorban és Tiszavasváriban már elérhetőek lesznek a NAV-os kollégák a kormányablakokban, és a tervek szerint az év végéig pedig további három kormányablakban is megvalósulni látszik a NAV jelenléte. Egy 10 évvel ezelőtti megállapodást újított meg a NAV és a Vámos Települések Szövetsége, amit két megyei település Vámos Atya és Vámos Oroszi polgármestere írt alá. A Vámos Települések Szövetsége és a NAV társadalmi eseményeken, kulturális rendezvényeken közösen jelenik meg, jó kapcsolatot ápol. Vámos Oroszi községünk kormányzata ezelőtt 4 évvel elhatározta, hogy a Vámos Települések Szövetsége keretein belül a Nemzeti Adó és Vám Hivatal dolgozóinak gyerekeit üdülteti. Ez első évben két alkalommal került meghirdetésre ez a program, július első hétvégén, illetve augusztus első hétvégén 25-25 NAV dolgozó gyerekét üdültettük Vámos-Orosziban, illetve Szatmár, illetve Beregnek a nevezetességeit látogattuk meg. A Vámos Települések Szövetségének 19 tagja van. Ezek a települések több száz éves vámszedési múlttal rendelkeznek. A szülőbázisai azoknak a modern adó- és vámszedési tevékenységeknek, amit ma tovább visz az adóhatóság. Tojásfestéssel, sárga túró és pászka készítésével, kiállításokkal és az elmaradhatatlan falusi locsolkodással várja a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu a húsvéti hosszú hétvégén. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A tenerifei edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül 3 nyíregyházi diszkoszvető. Az Európa Kupán 6. helyezést elérő Szikszai Róbert, valamint Káplár János és Kerekes Dóra legközelebb április 22-én a Szentesi Dobóversenyen áll rajthoz. Idegenbeli győzelemmel biztosította be a bennmaradást a legmagasabb osztályban a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Vasasszonyfa ellen nyert 5-3-ra, így a következő szezonban is a Szuperligában szerepelnek majd szlovenszkijék. Tojásfestéssel, sárga túró és pászka készítésével, kiállításokkal és az elmaradhatatlan falusi locsolkodással várja a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu a húsvéti hosszú hétvégén. Az 5 napos program sorozatról ma tartottak sajtótájékoztatót a Sóstó Gyógyfürdői Pálinka házban. Ehhez hasonló terített asztal várja majd az érdeklődőket húsvétkor a múzeumfaluban. Az ünnepi menüben az ilyenkor szokásos ételek, sárga túró, kolbász, kalács, tojás és főtt sonka is szerepel majd. A Sóstó Gyógyfürdői látványosságban azonban már korábban elkezdődik a húsvétra való felkészülés. Április 13-án csütörtökön nyitják meg a Kisütött mesék című időszaki kiállítást, amelyen a gyerekek interaktív mesefoglalkozáson vehetnek részt, és a mézesbáb készítést is kipróbálhatják. Nagypénteken a hagyományos tojásfestés következik, valamint a görög katolikusok ünnepi ételeit készíthetik el a vállalkozó kedvűek. Nagyszombaton és húsvétvasárnap pedig a megismételt tojásfestés mellett állatsimogatót szerveznek a kicsiknek. Húsvét hétfőn pedig reggeltől estig programok várják a látogatókat. A 10 órakor nyitunk, 10:30-kor a Pálinkaházban kiállítás nyitás lesz megint, egy másik kiállítás nyitunk, és utána pedig a Jánkmajtisi portánkon, a Sóstói Múzeumfaluban pedig a hagyományos húsvéti locsolkodást elevenítjük föl, hiszen ez már annyira megváltozott, hogy a mai ember biztos nem örülne neki, ha egy vödör vízzel a lányokat nyakon öntenék, de hát régen valamikor ez volt a szokás. Ezt eleveníti föl a Nyírségtánc együttes, utána lesznek gyerekfoglalkozások, ez a kisütött mesék, interaktív mesefoglalkozás, aztán utána délután 2 órakor istentisztelet, 3 órakor vásári komédiát mutatunk be. A sajtótájékoztatón bemutatkozott a József András Múzeum április 1-jével kinevezett igazgatója is. Rémiás Tibor elmondta, szeretne nagyobb országos jelentőségű kiállításokat a múzeumban megrendezni.
Az én pályázatom arról szól, hogy egy múzeumbarát, egy nyitott múzeumot szeretnénk csinálni. Tele érdekesebbnél érdekesebb attrakciókkal, ezek nagy volumenű kiállításokra gondolok. Ezek az attrakciók természetesen interaktívak lesznek, ugyanúgy a gyerekek, mint a felnőttek számára is vonzó kiállítások. Természetesen a kiállítások azok mindenféle múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is el lesznek látva, és hát én nagyon remélem azt, hogy ezt elsősorban a nyíregyháziak szívesen fogadják, de a megyébeliek, és hát én szeretném, hogy ezeknek országos hírük is legyen ezeknek a kiállításoknak. Az igazgató tervei szerint az éves események között nagy hangsúlyt fektetnének az évfordulókra, így többek között megünnepelnék a múzeum megalapításának 150 éves jubileumát is. Családon belüli erőszak, iskolai bántalmazás, alkohol és drog problémák. Ezek sok fiatalt érintenek ma hazánkban. Az Országos Rendőrfőkapitányság országjáró roadshow-t indított azzal a céllal, hogy ezekre a veszélyekre felhívja az iskolások figyelmét. A rendezvényen különböző táncos produkciókon keresztül mutatják be ezeket a problémákat a közönségnek. A rendőrség tervei szerint a tanítási időszak alatt még ebben az évben minden megyeszékhelyen lesz majd állomása a roadshow-nak. Táncnak már nagyon hosszú ideje, évszázadok óta van egy nagyon jótékony nevelő hatása. A jelenlegi korosztály a szabadidejének egy jó részét szívesen tölti el táncos rendezvényeken is. Más a meglátásuk, ők is valóban sok mindent kilátnak egy-egy koreográfiából, lehet, hogy én már nem, de ők képesek ezeket felfedezni, és egy új módja a megszólításnak. És nem csak az, hogy magyarázgatunk dolgokat, próbáljuk elmondani az okokat, összefüggéseket, hanem látványelemekkel szimbolizáljuk egy olyan cselekménysorozaton keresztül, ami talán még jobban megfogja őket, még jobban megragad bennük. A tenerifei edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül három nyíregyházi diszkoszvető. Az Európa kupán 6. helyezést elérő Szikszai Róbert, valamint Káplár János és Kerekes Dóra legközelebb április 22-én a Szentesi Dobó versenyen áll rajthoz. A hosszú és hideg tél után március 2. felét Tenerifén töltötte 29 magyar atléta. A küldöttség tagja volt három nyíregyházi diszkoszvető, Kerekes Dóra, Káplár János és Szikszai Róbert is. Utóbbi az edzőtáborozást megelőzően elindult a Dobó Európa kupán, ahol 32 versenyző között 60 méter 49 cm-es eredménnyel a 6. helyen végzett Kerekes László tanítványa. Nagyon elégedett vagyok, itthon 50-56 métereket dobáltam itt. Azért ott kint egy 20-25 fokkal melegebb volt, nyilván ötödikre sikerült ezt a 60 métert megdobnom. Meglepődtünk rá, de örülünk neki. 60 méter alatt nem szeretnék majd én dobni. Egy jó átlagot szeretnék hozni, egy ilyen 62 méter fölötti átlagot, abból esetleg egy 65 méteres dobás kísérlet, és az lenne a VB szint. Kerekes László edző szerint a világbajnoki reményeket tekintve nagyon biztató az év első versenyén elért 60 méter fölötti eredmény. Ez két dologból is nagyon jónak számít, hiszen mondtam, hogy nem tudtunk felkészülni igazából az időjárási körülmények miatt, és tehát ilyenkor még soha nem kezdett. Ekkorával, tehát 60 méter felett dobni, és olyan dobó atlétákat vert meg, akik 67-68 méteres egyén csúcsra rendelkeznek, tehát azt jelenti, hogy jó állapotban van. Káplár János annak örült, hogy be tudták pótolni azt a munkát, amit az év első két hónapjában az időjárás miatt nem tudtak elvégezni. Sütött a nap, elég meleg volt, dobáshoz pont ideális volt. Sikerült elintézni azokat a dobási munkákat, amiket úgy előre egy hónappal kimaradtak. Ugye szerintem most ott tartunk, ahol kell tartanunk. Kerekes Dóra számára a nyári univerziádé lesz az évfő versenye, amelyre a lehető legjobban szeretne felkészülni a nyíregyházi atléta. Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, még technikai csiszolásokat azt végre kell hajtani, de remélem, hogy jó lesz ez a szezon. A három diszkoszvető legközelebb április 22-én a Szentesi Dobóversenyen áll rajthoz, majd egy héttel később a szombathelyi nemzetközi versenyen tesztelheti formájukat Kerekes László tanítványai. Idegenbeli győzelemmel biztosította be a bennmaradást a legmagasabb osztályban a nyíregyházi tekeklub együttese. Az NTK a Vasasszonyfa ellen nyert 5-3-ra, így a következő szezonban is a Szuperligában szerepelnek majd szlovenskiék. A nyíregyháziak szombaton a Ferencvárost fogadják.
A Szombathelyen játszó sereghajtó vasasszonyfa számára az utolsó szalmaszálat jelentette volna a nyíregyháziak elleni siker, míg a vendégek azzal a céllal léptek dobóállásba, hogy matematikailag is bebiztosítsák bennmaradásukat. Az első párban Szlovenszki Attila és az őt váltó Rácski János, valamint Mogyorósi Péter sem szerzett pontot, így a házigazda 2-0-ás vezetéssel zárt a nyitókört. A második sorban Szegő Levente és Jómagam mentünk pályára, és a Levente 8 fával, én 4 fával tudtam diadalmaskodni, ami visszahozta a győzelmi reményeinket, és az zárósorban egy felhetekesen játszó hakkérdezőt láthatott a közönség, és azt lehet mondani, hogy végig buzdítva őket, már egy kicsit kínlódva, de mégis buzdítva őt, szurkoltak a 600 fájáért, ami csak 597 fára sikeredett, és messze-messze a mezőny legjobb játékát mutatta Dezső, és ezzel nagyon fontos pontot szerzett a csapatunk számára. A csapatpontokat tekintve így 3-3-mal zárult a mérkőzés, a többletfájét járó 2 pont viszont a vendégeké lett, akik így 5-3-ra megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak szombaton a Ferencvárost fogadják. A Ferencváros nagyon szeretne visszavágni az ottani vereségükért, mi pedig szeretnénk továbbra is megőrizni a Ferencváros elleni hazai veretlenségünket, és ezzel is bebiztosítani az abszolút középmezőnyhöz való tartozásunkat. Mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, igazából egyik csapat sem játszik kényszer alatt, tehát a Ferencváros már látszik, hogy a 6. helyet fogja elfoglalni a tabellán a végelszámolásban. Mi meg szeretnénk feljebb lopakodni, és mindenképpen a Szolnok után egy újabb nagy bravúrt szeretnénk hazai pályán végrehajtani. A Superliga tabelláját a Zalaegerszeg vezeti 37 ponttal, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 36 pontos Szegedet. A nyíregyházi Teke klub 14 ponttal a 8. helyen várja az utolsó 2 fordulót. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Március végéig minden pályázati felhívás megjelent a vidékfejlesztési programban. Az utolsó körben 13 pályázati cím alatt még 80 milliárd forint forrás válik elérhetővé az agrár- és vidékfejlesztésben. Az elmúlt napokban megjelent pályázatok többek között innovációs operatív csoportok létrehozását, szakmai csereprogramokat, védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzését is támogatják. Ma már népbetegségnek számít a szürkehályog is Magyarországon, derül ki a Semmelweis Egyetem legutóbbi felméréséből. Amíg 20 évvel ezelőtt évente átlagosan 20 ezer műtétet hajtottak végre hazánkban, tavaly ez a szám 90 ezerre nőtt. Az adatokból az is kiderül, évente 12 ezeren veszítik el látásukat szürkehályog miatt, pedig műtéti beavatkozással ez elkerülhető lenne. A tervek szerint július 1-től Nyírbátorban és Tiszavasváriban a kormányablakokban is lehet majd adóügyeket intézni. Ezt Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó és vámigazgatóságának vezetője mondta el televíziónknak a NAV és a Vámos nevű települések közötti együttműködési megállapodás aláírását követően. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 6-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb esővel. Eleinte szárazabb, hideg, majd holnap ismét nedvesebb, enyhébb levegő érkezik fölénk északnyugat felől. Az éjjel változóan felhős lesz az ég, záporeső eleinte még előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Szeszélyes, tavaszi időben lesz részünk a következő napokban. A hétvégén, jövő hét elején ismét melegszik az idő, sok napsütésre, koranyáriasan meleg időre számíthatunk. Kedden hideg front vonul át felettünk, csapadék és viharos szél kíséretében. A front mögött érkező hideg levegő hatására ismét visszaesik a nappali felmelegedés. Ha ezen a napon esős, nedves az időjárás, akkor szűk lesz az esztendő, tartották elődeink.